Köszöntöm kedves nézőinket, ez a Heti TV, Heti Jazz című műsor, a Gajer Ferenc vagyok a műsorvezető. A műsort keddenként 9:30-kor láthatják, és csütörtökön és pénteken pedig ismétlés délután, amúgy a YouTube csatornára is fel fog kerülni. Vendégem Dezső Csaba hegedű és brácsa művész. Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és megtisztelted a műsoromat, a műsort és a Heti TV-t. Feri, nagyon köszönöm a meghívást, ezer örömmel jöttem. Vágjunk is bele a közepébe. A pályád, a te pályád, mint jazz előadó művész, szorosan összefor a újkori magyar jazz történettel, és egy különleges jazzklubnak a megalakulásával, illetve az indulásával, az úgymond Dália jazzklubbal kapcsolatban. Erről beszéljél, légy szíves, néhány pár szót, és hogyan alakult az a jazzklub, és a többi, és a többi. Igen, hát ez fiatalkorom nagy története, nem csak az enyém, hanem az egész korosztály és az egész műfai jazzistáké, mert ugye hát közismert, hogy az 50-es években hát elég furcsa, sötét éveket éltünk, és akkor nem volt jazz. Aztán a 60-as években jött az enyhülés, és jött a jazz. Akkor már titokban, ugye házi örömzenéken az idősebb jazzisták, akik hát korábban játszottak, főleg bárokban, meg tánczenekarokban. Hát elkezdtek összejárni, és ilyen házi jam sessionökön szórakozni. És aztán ebből az következett, hogy volt egy vezető egyéniség, egy felejthetetlen zongorista, Kertész Kornél. És az ő vezetésével egyszer csak addig harcoltunk, illetve hát még igazából én ebben még nem voltam benne, mert akkor még én ehhez túl fiatal voltam, hogy az élvonalban legyek. De a Kertész Kornél és korosztálya addig harcoltak, amíg egyszer csak 1962-ben párthatározat született arról, hogy a KISZ keretében megnyílhat Budapesten egy jazzklub. És ez így történt 1962. október végén, egy csütörtöki napon megnyílt a Dália klub, ami egy szórakozóhely volt, egy ifjúsági szórakozóhely a Bajcsi-Zsilinszky út és az Alkotmány utca sarkán. És onnantól kezdve egy ideig ott működött ez a klub, nagyon nagy sikerrel, és ez felejthetetlen emlék számomra, hogy meghatározó. Ott léptem először a nyilvánosság elé, mint jazzista, hát, és persze rajtam kívül sokan mások. Ott saját zenekarra léptél föl, vagy mint vendégszólista, vagy mint úgymond jam session, ugye ez a kifejezés, a jazzisták tudják, hogy egy örömzenét jelent, ad-hoc jelleg. Igen. Nem, én nekem már volt akkor saját együttesem, de ebben inspirált a klubnak a megalakulása, mert addig hát nem nagyon volt fellépési lehetőség. És itt mutatkoztam be a felejthetetlen kollégáimmal, Réti Jancsi volt a zongorista, aki egyébként egy televíziós hangmérnök volt, tévében és a filmgyárban dolgozott, de nagyszerűen zongorázott. Szegény elég korán elment. Berkes Balázs bőgőzött, hát őt nem kell bemutatni, a mai napig nagyon jó barát, és néha-néha még játszunk együtt. És zseniális bőgős. Zseniális. És zseniális tanár. Így van. Tegyük ezt hozzá. Mindanáiról. És egyik legkedvesebb barátom. És nagyszerű ember. Így van, így van. Ez mindig az. És a dobos, először Palkó Barna nevű fiatal ember volt, aztán őt váltotta később Kovács Gyula, akivel aztán hosszú évekig igen játszottunk együtt. Képzeld, de nem is tudtam, hogy a Kovács Gyulát említed, én ismertem jól, és hogy ő ugye mondják, meg tudjuk, hogy színészi vénával megáldott ember volt, igen. De hogy ez nem véletlen, tényleg a Somlai Artúrnak volt valamilyen igen rokonsági igen függőség volt. Ha jól emlékszem, úgy emlegette, hogy a nagybátyja aha volt. Tehát nem véletlen. Nem véletlen. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye megalakult ez a 62-es Dália klub, hát ez egy nagy, rengeteget hallottunk róla, meg beszélgettek idősebb zenészek erről az egész dologról, hogy előtte volt-e valamilyen jazz élet
Mert ez azért nem így van, hogy akkor most kipattan, és akkor holnaptól van a Dália klub. Tehát ennek kellett valami előzményei lenne. Ugye jazzzenészek, említetted, hát, hogy a úgymond jó értelembe vett vendéglátóba játszották van, a akkori... Van. A vendéglátóba becsempészték a jazzt azért hogy mondjam, nem volt akkora a kontroll, hogy valakit azonnal lecsuktak igen, volna igen. Azért, mert amerikai fej számokat játszik. Fej 10B-ben játszott akkor. Bár a legsötétebb 50-es években, hát ott azért vigyázz, mert angolul nem lehetett énekelni nyilvános helyeken. Nem. No, hát az előzmény az volt, hogy ugye az igényesebb tánczenészek, hát azok swingeltek rendesen és játszottak amerikai standardektől kezdve. Ha nem énekeltél angolul, akkor nem volt nagy baj, mert... De és érdekelne engemet, hogy hogy hallották meg a jazzt egyáltalán ezekben az 50-es években az amerikai adókból, vagy honnan? Igen, hát... igen. Nézd, a Magyar Rádióban nem volt jazz az 50-es években. Tehát akkor jogos a kérdés jogos, valamennyire. Hogyne. Hát ugye a legendás Voice of America, igen. Amerika hangja, és annak a Jazz Hour nevű minden esti adása, rövid hulláma, amit az egész világon lehetett fogni. És hát ez a Willis Canover. Willis Canover, igen. Ő volt a legendás műsorvezető, akit aztán később szerencsém volt személyesen is megismerni, és találkoztam vele sokszor. Még New Yorkban is, úgyhogy csodálatos néha az ember élete. Te ismered azt a, nem akarok nagyon elkalandozni, azt az 56-os Willis Canover féle műsort, amiben leadnak magyar jazzzenészektől felvételt, 56, mikor már levelték az 56-os forradalmat, és akkor behívták a Gary vagy Jerry Mulligant, akkor a csupa ilyen ikonikus jazzistát, és fel kellett ismerni, hogy ez kicsoda. Igen. Nagyon nem, mindegy, ez egy lemezen is megjelent, na mindegy, majd erről beszélünk egy másik alkalommal, viszont egy kicsit zenéljünk, jó? Jó. Mert végül is ez egy zenés műsor, jazz műsor, és egy 65-ös? 69-es jazz antológia lemezről fogunk majd lejátszani egy számot. Erről pár szót bevezetésképpen légy szíves mondani, hogy hogy jött létre? Kérlek szépen, a Dália hatására egyszer csak beindult az, hogy évente egy lemezt kiadott a magyar hanglemezgyártó vállalat, jazz lemezt. Igen. És volt, amikor egy-egy adott együttessel, hát például a Kertész Kornél kvártetjével megjelent egy lemez, akkor most nem sorolom, mert nem is jut hirtelen eszembe, hogy kikkel, de aztán rendszeressé vált, hogy évente megjelent egy úgynevezett modern jazz antológia, amin a ismertebb akkori feltörekvő együttesek egy-egy számhoz kaptak lehetőséget. Hát így jutottam én is ezen a 69-es antológián. Nagy örömömre, nagyon érdekes összeállítással vettük fel a Perdidót, elmondom gyorsan. Vukán Gyuri volt a zongorista, Berkes Balázs bőgőzött, Kovács Gyula dobolt, és én játszottam Brácsán. Brácsán. Akkor most ez következik. Thank you.
játékos, ez volt a Perdido. És úgy tudom, hogy már nagyon kora időszakodban játszottál fúziós zenét, jazz rockot, funkot, igen, ami még a jazz műfajába belefér, és használtál kütyüket. Én így mondom, mert nem tudom, igen, külön ezeket, hogy mi, igen, akkor mik voltak. Mi inspirált ebbe az irányba? Először is én nagyon szerettem, és szeretem a mai napig ezt a műfajt, a jazz rockot, amit ma fúziós zenének nevezünk. Mert az népszerű, azt nem kell magyarázni, az fülbemászó, azt mindenki azonnal megérti, és hogy mondjam, még mozog is rá talán, igen, azonnal. Igen. És volt nekem egy nagy példaképem, egyébként a mai napig megvan, és jó barátságban is vagyunk, Jean-Luc Ponty. A kiváló francia jazzhegedűs, aki a 70-es években először használt hegedűn mindenféle elektronikus effekteket. És nem a natur hegedűvel állt a mikrofon elé, hanem pick-up-ról ment, és erősítőn keresztül szólt, és ott lehetőség volt mindenféle jobbnál jobb effektek használatára. És ő ezt olyan mesteri fokon csinálta egész életében mai napig, hogy én kedvet kaptam tőle. És akkor körülnéztem, hát Magyarországon akkoriban nem lehetett ilyesmit kapni, de hát én szerencsére elég sokat utaztam külföldre a állami hangversenyzenekar tagjaként. Igen, majd erről is szót ejtünk. Ja, csak hát ezt muszáj megemlíteni már így előjáróban, és akkor én bementem ott a Nyugat-Európában a különböző hangszerboltokba, és megnéztem, hogy mi az, ami hozzáférhető, és anyagilag elérhető, igen, és az ilyen kezdtem beszerezni, és hoztam magammal. Játszottam. Amúgy az első önálló lemezet, ha jól tudom, 1975-ben jelent meg, és az akkori Németországban, az akkori NSK-ban. Így van. Ezen a lemezen is felcsendültek ilyen dalok, hogy vagy ne, kizárólag, vagy mi volt? Én nem ismerem azt a lemezt, csak... Na, akkor majd... Jó, meg majd utána. Megoldjuk. Véletlenül abból a YouTube-ból nem hallható semmi, de hát igen, ilyen a világ. Mindegy, ott is nagyon sok effektet használtam. Mm-hmm. És már ott is rájátszásokat, playback, tehát én játszottam ott három szólamban, amit szintén nagyon szeretem, és szintén Jean-Luc Ponty volt a minta, hogy lehet kvázi ilyen zenekarszerű, vonós zenekarszerű hangzást is előidézni egy szál hegedűvel. Meg Brácsával. Amúgy hogy jött össze ez a lemez? Miért pont Németországban vagy? Hát, abban az időben? Hát ez egy érdekes történet. Aki élt akkor, az tudja, hogy nem, igen, olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű. Nem volt olyan egyszerű. Nézd, a 60-as évek végétől lehetőség volt arra, hogy az ember legálisan külföldre szerződjön. Interkoncerten keresztül természetesen. Nem volt egyszerű, üzé kellett hozzá, türelem, szorgalom, stb. Nagy nehezen sikerült elintéznem, hogy egy nyugat-németországi színház, konkrétan az Oberhauseni színház szólóbrácsást keresett. Én arra jelentkeztem, és elküldtem a szükséges anyagot, akkoriban még egy magnófelvétel is megfelelt, még nem is ragaszkodtak a személyes, igen, meghallgatáshoz, igen. Ma már ez sokkal bonyolultabb, mert kicsit sok zenész van a világban. Egyet értek. Ugye? Túltermelés van. Igen. Akkor kicsit egyszerűbb volt, és azok alapján küldték nekem a szerződést, és akkor egy időre, konkrétan másfél évre megszakítottam az itthoni, felfüggesztettem az itthoni tevékenységet az állami hangversenyzenekarnál. Szabadságot kértem, és kimentem. Nagy nehezen a családot is kiengedték, és akkor másfél évig kint éltem Nyugat-Németországban. Legálisan fizettem az adót Németországba is, meg az Interkoncertnek is. De még így is, hogy mondjam, hát megérte minden szempontból. És legfőképpen, ami aztán a maradandó ebből, én már előzőleg ismertem egy nagyon kedves producert, úgy hívták, hogy Dr. Dietrich Schulz Köhn, aki a Kölni Rádiónak volt a jazz szerkesztője, és egy legendás figura volt, aki személyesen ismerte Django Reinhardtot, Stefan Grappellit, stb. Ő maga is hegedült, és nagyon szerette a jazz hegedűt. És mondom, én már korábban ismertem,
különböző jazzfesztiválokról. Járt ő Magyarországon is, meg Prágában is találkoztunk, úgyhogy amikor kimentem Németországba, akkor megkerestem őt. És hát leültünk beszélgetni, soha nem felejtem el, Kölnbe egy jazz kocsmába, ahol fantasztikus zenészek játszottak, és ott anélkül, hogy én tolakodóan fölajánlottam volna, hogy te hát mire, jaj, hát csináljál már nekem egy lemez, voltunk ilyen kapcsolatban. Igen. Egy órás beszélgetés után azt mondta nekem, hogy Csaba, mit szólnál hozzá, ha csinálnánk egy lemezt az MPS-nél? Hú, hát akkor ez olyan nagy dolog volt, hogy én, hogy fúga. És ugye milyen érdekes világot éltünk azóta, meg a manapság már nem érdekes a lemez, mert minden, már olyan szempontból, igen, mint tárgy, mint manifestum. Tehát, igen, de hát felé, de akkoriban ezt úgy is hívták, nagy lemez. Persze, nagy lemez, emlékszel. Akkor még ez a CD korszak előtt volt, igen, 10 évvel. Igen. Úgyhogy 74-ben volt a fölvétel, 3 napot ott töltöttem a Fekete Erdőben az MPS. Ráadásul csodás helyen. Csodás helyen. Tejbe vajba füröztöttek minket kiváló zenészekkel, német, angol és svéd muzsikusokkal egy sextettet szervezett nekem ez a bizonyos Dr. Jazz, igen, menedzser. Ott voltunk 3 napig, és fantasztikus jó hangulatban 3 napig reggeltől estig dolgoztunk. És a végén megszületett az a lemez. Neked tulajdonképpen előnyt jelentett az, hogy te játszol klasszikus zenét is, és most egy kicsit elkanyarodunk arrafele, hogy tagja voltál a Magyar Állami Hangversenyzenekarnak, mettől meddig pontosan? Kérlek szépen, én 64-ben játszottam ott először próbát, és akkor egy évre rá, először nem vettek föl, túl sok volt a jelentkező, de a következő évtől már állandó kisegítő lettem, félállásos, és aztán 66-67-ben fölvettek teljes állásba, és onnan mentem nyugdíjba. Mm-hmm. Tehát 33 éven keresztül ott dolgoztam, és közben volt ez a, igen, másfél éves intermedzió. Tehát ez szerinted előnyt jelentett a jazz pályafutásodra, hogy ott játszottál, mert ez egy vezető, tehát a legjobb volt akkor Magyarországon, talán még most is, nem tudom, ez pontosan, ez most lényegtelen, de akkor biztos is, hogy és bejártad a világot. Abszolút. A Carnegie Halltól kezdve, igen, mindenhol, igen, ahol. Abszolút előnyt jelentett, mert először is egy biztos megélhetést nyújtott, nyugdíjas állás volt, és olyan jó társaság, aha, volt, olyan jó társaság volt abban az időben, Ferencsik János volt a főzeneigazgató, jóval később Kobayashi Kenichiro. Én nagyon szerettem azt is, azt a munkát is, nagyon szerettem, és boldog voltam, hogy tényleg az ország egyik legjobb zenekarának lehetem a tagja, és hát ez egy színes életet jelentett. Csak jazzből nem lehetett volna megélni. Amúgy most se. Igen, úgyhogy de nem tudom, ez lehet, hogy egy túl negatív megnyilvánulás volt részemről, de igen, ez egy másik kérdés, mert majd talán erről is beszélünk, ha lesz rá időnk. De most hadd zenéljünk egy kicsit, jó? Mert visszatérve még a kütyükre, meg a funky, meg ezekre a stílusokra, most egy Urbanyak számot fogunk lejátszani, Papaya. Elmondom, hogy kik játszanak rajta, akiket tudom. Hát Dezső Csaba természetesen, Tomsics Rudolf, Sipos Endre basszusgitározik, aztán Másik János gitározik. Igen. És igen, egy Deák Mihály nevezetű úriember dobol. Igen. Thank you.
Rengeteg muzsikussal játszottál itthon és külföldön egyaránt, szinte az egész magyar élvonallal és zenekarokkal is, mint Benko Dixland, vagy akár a Budapest Ragtime-ben. Így volt, bizony. És, de mi, külföldiekkel, párat említsél, akikkel, légy szíves, akikkel felléptél, és tudom, hogy nagyon sok világsztárral is dolgoztál együtt. Hát nézd, ilyenkor mindig elsőnek Boskó Petrovicsot szoktam említeni, akivel egy véletlen találkozás révén kerültem kapcsolatba, hogy egy kiváló zágrábi vibrafonos volt, aki egyébként világhírű jazzista volt, és sokat járt Amerikától kezdve az egész világon mindenhol. Ővel egy nagykanizsai fesztiválon találkoztunk a színfalak mögött, ő játszott a saját együttesével, én az enyémmel, és akkor a színpad mögött ott beszédbe elegyedtünk, hogy ő is ismer engem látásból vagy hallomásból, én is őt, és akkor ő felajánlotta, hogy Csaba, mi lenne, hogyha te lejönnél Zágrábba, és az én együttesemmel föllépnénk együtt. Hát örömmel. Úgyhogy aztán ezt egy több évtizedig tartó kapcsolat követte. Boskó sajnos 2011-ben meghalt, azóta hát ő nincs, de addig mi rengeteget játszottunk együtt. Fölléptünk együtt az akkori Jugoszláviában, nem csak Zágrában, hanem különböző vidéki városokban, természetesen Budapesten, Debreceni Fesztiválon például, aztán játszottam vele Bécsben többször, Grácsban, tehát voltak ilyen távolabbi kiruccanások is, amiket nagyon élveztem. Az ő kiváló együttese volt egyébként, úgyhogy nagyon... Ha már a kollégáktól beszélünk, hoztam neked egy kis feladványt. Na. Nekem az archívumomban volt két fotó. Először négy darab kérdésre kell válaszolni. Igen. Ki hegedül a képen. Igen. Mikor készült, hol, és kik a társak. Ezt megmutatom. Hol van a kamera? Itt van. Egyszer ez. És ez ugyanaz a koncert. Csak itt látszanak a kollégák is. Bocsánat, hogy ilyen feladat elé állítanak. Hát ez nagyon érdekes feladat, csak hát ugye Berkes Balázs fölismerem egyből. Igen, akkor hát itt tőlem balra fogalmam nincs, de hol volt ez? Feri, hol volt ez? Hogy ne húzzuk az időt. Igen. Elmondom, jó? Jó. A hegedűs Dezső Csaba, ha jól azt tudom. Gondoltam, igen. A bőgös Berkes Balázs. Igen. Dés László. Dés Laci volt. Jávori Vilmos. Igen. És a zongorista pedig Regős Pisti. Ó, Isten. Ez egy alkalmi formáció volt, vagy volt ilyen zenekarod? Nem. Ez egy alkalmi... És 1977 Székesfehérvári Jazz Club, amikor a Székesfehérvár nagyon jó jazz élet volt, és de ezt át tudom majd neked küldeni, megvan a gépen, ha érdekel. Köszönöm szépen, te gyűjtök minden ilyen történelmi erekét, hogyne. Mert ez egy kis nyomtatott dolog. Jó. Zenélünk megint, jó? És akkor következik a... Hot Club Blues, úgy nem? Úgy van. Igen, mert azt el akartam mondani, az egyik ilyen hűséges társad volt, a Kovács Andor, virtuóz jazzgitáros, és vele készült ez a felvétel, és Berkes Balázs bőgőzik, itt nincs dob, és az én nagyon jó osztálytársam, aki akkor még Schneeberger Ferenc, most igen, már Schneeberger, ez egy elírás, mesélte nekem egy igen dolog, ő kísérő gitározik igen akkor még. Igen. Hot Club Blues. Hot Club Blues. Ezt a számot közösen írtuk Kovács Andor barátommal, a felejthetetlen francia gitáros Django Reinhardt emlékére. Thank you.
Hot Club Blues, 1986-os tévéfelvétel. Igen. Érdekel engemet, hogy hogyan ismerkedtél meg a Kovács Andorral, és megkérdezném, ugyan már nem tudom tőle megkérdezni, ugye már nincs velünk, hogy ő például hogy találta meg a jazzt, vagy hogy találta őt meg a jazz abban a bizonyos időszakban. Kezdeném azzal, hogy én a Kovács Andornak nagy rajongója voltam a Martini együttes idejéből, tehát az 50-es években, amikor tényleg szórakozó helyeken, konkrétan a Gellért szállóba játszottak ők akkor 10 évig. Mm-hmm. És hát ott is hallottam őket egyszer-kétszer, bár akkor olyan csóró voltam, hogy nem nagyon volt pénzem arra, hogy ilyen helyre menjek szórakozni, de azért egyszer-kétszer megtörtént. Na, de azért őket játszottak a rádióba, meg nekik megjelentek még abban az időben 78-as normál lemezeik, ilyen swingek. Úgyhogy én az Andort, Öcsi bácsi, ugye a legendás neve, onnan ismertem látásból. És érdekes módon most mondok egy különlegességet, ő a Dáliában nem fordult elő. És ez nem volt véletlen, mert ő, amikor a Martini együttes a 60-as évek elején feloszlott, akkor a Kovács Andor onnantól kezdve évekig külföldön játszott szerződésben, különböző szórakozóikkal, saját együttes, igen, saját kis együttesével. És amikor ő hazajött, akkor ezt nem felejtem el, a rádió pagodájában összefutottunk, teljesen véletlenül is. Látásból ismertük egymást, és akkor ő odahívott az asztalához, üljünk le beszélgetni, magázódás, mert ugye nagy korkülönbség volt köztünk, ő 10 évvel volt idősebb, és hát én még akkor ilyen fiatal kezdőnek számít, tudom, nagy tisztelettel néztem föl rá. És akkor beszélgetünk, és ő felajánlotta, hogy ő szívesen játszana velem közös produkciókat. Hát aztán ennek is lett folytatása, sok szép fölvétel maradt. Utána. Igen, egy ilyen műsorban elengedhetetlen, hogy megkérdezzem a kezdeteket. Hogyan lettél hegedűs? Persze. Otthonról hozta, hogyan érintett meg a jazz, vagy hogy milyen felvétel hallottál, vagy kit hallottál, hogy akkor elindultál ebben az irányba is. Ugye a Kettős fogás című könyved, amiről majd később beszélünk, ezt is jelenti. Hát nézd, édesanyám hegedű tanár volt. Ja, így könnyű. És hát ő természetesen klasszikus hegedűst akart belőlem nevelni, ami hát sikerült is. Kicsit későn kezdtem el a tanulmányaimat, hát ennek a háború volt az oka, mert ugye én 39-ben születtem, és hát 6 éves voltam, amikor a háborúnak vége lett, és egy borzalmas idők voltak, nyomor, nélkülözés, stb., meg hát már előtte is, a háború alatt is. Na most utána végül is 49-ben, tehát 10 éves koromban került sor arra, hogy elkezdhettem konkrétan a hegedű tanulmányaimat, és édesanyám tekintve, hogy jó pedagógus volt, nem ő kezdett el tanítani, hanem mindjárt beadott egy zeneiskolába, ahol egy kedves kolléganője vett kezelésbe, és aztán őnála kezdtem, és aztán később így kerültem be tőle a konziba. No, de hogy a jazz hogyan érintett meg? Körülbelül azzal egy időben, mint amikor elkezdtem hegedülni, akkoriban fedeztem én fel, részben a rádióban, részben a rokonságban volt olyan kisebb lemezgyűjtemény, ahol nagyon-nagyon megtetszett nekem a Glenn Miller zenéje, a swing big bandek zenéje, igen. És hát az In the Mood-tól kezdve a Moonlight Serenade, hát ezekbe beleestem, tudod? És a gyökerek itt vannak. Igen, igen. Itt vannak, és akkor innen jött a többi. Amúgy ez érdekes, mert ha mondhatok egy személyeset, apám is szerette a Glenn Millert, és az volt az első ilyen benyomás. Amúgy szerinted a hegedű a jazzben, ugye vannak ezek a versenyek, meg ilyen listák, az különleges hangszer, vagy nem? Abszolút különleges, a mai napig. A mai napig különleges. Pedig most már sokkal több jazzzel foglalkozó hegedűs van, mint akkor. Legalább tízszer annyi, de ez még mindig sokkal kevesebb, mint amennyit trombitás, meg szakszofonos van. Meg mint énekesnő. Például. Nem volt benne. Igen. Nézd,
nekem az első példaképem Stefan Grappelli volt, igen, természetesen, mert hát Grappelli volt már a 30-as évektől kezdve. Ő olyan életművet hagyott maga után, kezdve mondom a Django Reinhardt-féle Hot Club de France együttes. Annak most nagy divatja van megint ezeknek, annak a fajta zenének. Igen. Úgyhogy ő volt az, aki először inspirált engem, és az ő felvételeit, megmondom őszintén, azt meg se próbáltam utánozni, mert ő annyira virtuóz volt, hogy én az, nekem az elérhetetlen volt. Volt viszont egy felejthetetlen színesbőrű amerikai... Én tudom, ki az. Staff Smith. Így van. Aki viszont hihetetlenül... Olyan ízzel és tájmal és dögösen. Igen, pontosan. Igen. Amikor őt fölfedeztem az Amerika hangja Willis Canover jóvoltából, hát onnantól kezdve elkezdtem vadászni a felvételeit, és próbáltam őt, nem mondom, hogy utánozni, csak hát mégis ellesni az ő titkait. És hát ő nem volt annyira virtuóz, tehát őt meg lehetett közelíteni, és hát nekem talán... van egy felvételem a Dizzy Gillespie-vel, egy Sunny Side, hát olyat hegedül benne, de hogy valami 50-es évek, hát nem is tudom. Igen. Tehát azt hiszem, hogy be is zárult a kör abban az időben, tehát nem is nagyon voltak... Hát nézd, volt még a Sven Asmussen, aki nemrég halt meg 101 éves korában. A hegedűsök soká élnek. Meglátjuk. Úgy, de... Bocsánat. No, Sven Asmussen svéd. Várjál, Dán muzsikus volt? Jézus. Nem, skandallum. Skandináv. Skandináv, igen. Na, hát szóval ő volt még, és hát én igazán híres abban az időben, nem sokat tudok még rajtuk kívül. És amikor meghallottad a Grappellit, meg mondjuk a Stan Smith-et, igen, akkor rögtön elkezdtél a jazzzel is foglalkozni a hegedű, tehát a hangszeres tanulmányaid mellett. Így van. Megpróbáltam egyedül otthon, igen, minden támogatás nélkül, mert hát jazz hegedűt kitanított volna abban az időben, igen, Magyarországon. Grappelli. És azt akarom megkérdezni, mielőtt még zenélnénk, és lezárjuk az első részt, hogy a standardekkel kezdtél, vagy pedig valamilyen, rögtön valami saját úton próbáltál járni, vagy a standard az olyan... Standard. Hát az azt hiszem az az ABC, így nem? Van. Így van. Jól van. Tehát Dezső Csaba, hegedű és brácsa művész a vendégem. Ez volt az első rész. A műsort keddenként 9:30-kor láthatják. Csütörtökön és pénteken van az ismétlés. Folytatás következik, és egy Broadway című számmal fejezzük be az első részt, ahol Kőszeg Imre dobol, Berkes Balázs bőgőzik, természetesen Dezső Csaba hegedül, és egy akkori jugoszláv, ha jól mondom, Damir Dicic gitáros. Igen. Elnézést, Damir Dicic a gitáros. Thank you.
Thank you.